Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Ebből az alkalomból országszerte előadásokkal, könyvemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. Városunkban is minden évben megemlékezünk erről a napról. Idén Váncsa Zoltán nívódias költő szerzői előadói estjével egybekötve került megrendezésre a Költészet napi rendezvény a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színház termében. A püspökdalányi születésű Debrecenben élő költő és helyi vendégművészek léptek fel a rendezvényen. A Városi Költészet napja, erre emlékezünk itt 17 órától a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színház termében. Ugye 1964 óta rendezünk meg a költészet napját, és erre emlékezve dr. Váncsa Zoltán lesz a vendégünk. És ugye az egész lakosságnak szólt Debrecenből, a kis térségből is várjuk a vendégeket. Váncsa Zoltán megkereste polgármester asszonyt, ő a segítségéről biztosította, és az idén pedig behozta a Váncsa Zoltán forgatókönyvet, és akkor együtt egészen februártól kezdve már készültünk erre a műsorra. Tehát fellépőket szólítottunk, megkerestünk, tanárok, diákok, ugye az idősebb Csenkinre vegyes kar, aztán Eszeny Imre, Katona Nóra, Károly Lajos fognak föllépni. A rendezvényt hosszas szervezés előzte meg. Dr. Váncsa Zoltán és polgármester asszony egy közös beszélgetés alkalmával vetette fel annak gondolatát, hogy egy szerzői előadói estet kellene szervezni a püspökladányi lakosoknak. Az elképzelés tett követte, és létrejött a rendezvény, mely az Úton végig kell menni címet kapta. Tulajdonképpen megkerestem a polgármester asszonyt, a Dombi Imrénét, azzal, hogy 26 kötetet szeretnék a városnak ajándékozni, hűségem jeléül, mert itt kezdődött az életem, és úgy éreztem, hogy azok a könyvek, amik ide kerülnek ajándékba, az országban sehol nem kaphatók. Itt elsősorban püspökladányt illetik ezt meg, és a Dombi Imrénél nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy hát ezt mindenképpen ünnepélyessé kell tenni, és akkor én mondtam azt, hogy hajlandó vagyok szerző előadói estet tartani. Elkészítettem a forgatókönyvet, kiválasztottam azt a 18 darab verset, ami rész én fogok előadni, részén pedig előadók. Az előadókról a Rácné Fekete Ilona gondoskodott, tehát lesznek szavalók, lesznek énekesek, ezt mind a forgatókönyv tartalmaz. A költészet napját fogjuk ünnepelni, a polgármester asszony fog ünnepi beszédet mondani, és a költészet napjának az ünnepét verssel fogjuk megünnepelni. Tulajdonképpen saját verseimmel szeretnék püspökladány közönségének bemutatkozni, így szerzői előadói estel lesz egybekötve a költészet napi ünnep, és ennek a címe az Úton végig kell menni. A rendezvényen Váncsa Zoltán verseit hallgathatta meg a közönség, melyeket maga a költő és helyi vendégelőadók adtak elő. Az egyik ilyen meghívott előadó Tódor Györgyné volt, akit a rendezvény kezdete előtt kérdezett riporterünk. Most Váncsa Zoltán Requiem egy iskoláért című verset fogom mondani. Azt mondhatnám, és nem túlzás, ha azt mondom, hogy a dráma, a műsor, a vers az az én életem, életemhez tartozik. Katona Nóra a Honfoglalás című film betétdalával nyitotta meg a költészet napi rendezvényt. Majd Feketéni Korponai Gabriella szavalta el a megjelenteknek József Attila Születésnapomra című versét. Az úton majd néha
József Attila születésnapomra. 32 éves lettem én, meglepetések költemény, csecsebecse, ajándék, melyel meglepem-e kávéházi szegleten magam. 32 évem elszelelt, s még havi 200 sosetelt, azám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtól koptató szegény legény, de nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen ért, a nincsen apám versemért. A hont kivont szabjával óvta ellenem, ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanára féltek én. Gagyog, s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, sekély, ekély. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani. A közönséget és a fellépőket Dombi Imréné polgármester asszony is köszöntötte. Elmondta, a város minden évben méltóan megemlékezik erről a napról. Külön köszöntötte a Nívó díjas dr. Váncsa Zoltánt, valamint a többi fellépőt. Április 11-e van, kedves ünneplő, egybegyűltek, megjelentek. 1964 óta ez a nap, a Magyar Költészet napja, nagy költőnk József Attila tiszteletére, hiszen e nap az ő születésnapja is egyben. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Művelődési Ház színház terméből, ebből az alkalomból. A város számára mindig fontos volt ez a nap, hiszen minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költő találkozókkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. Ám a mai est talán minden eddiginél különlegesebb, hiszen egy olyan embert üdvözölhetünk körünkben, akiben nem csak a költőt tisztelhetjük, hanem földinket is, hiszen itt született Püspökladányban. Szeretettel köszöntöm dr. Váncsa Zoltán költőt a város nevében itthon. Így csatlakozott ehhez az előadói esthez Tódor Györgyné, Feketéné Korponai Gabriella, Nagyné Faragó Hajnal, Katona Nóra, az idősebb Csenki Imre Vegyeskar, Szabó Ágnes, Eszenyi Imre, Szabóné Bojtor Éva és Bánsági Kálmán is. Köszönet nekik! A köszöntője után polgármester asszony bemutatta az est főszereplőjét, dr. Váncsa Zoltánt. Beszélt iskoláiról, verseiről, városunkhoz való kötődéséről, valamint eddig kapott díjairól, kitüntetéseiről. 1935-ben született a Szent István utca 26 szám alatti házban, mely ma is áll, s ahová minden évben ellátogat, hiszen fontos számára így 77 év elteltével is. 1937-ben a család Debrecenbe költözött. Váncsa Zoltán középiskolai tanulmányait a Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumban, az akkori piarista gimnáziumban végezte. A versírás már akkor érdekelte, és egy országos pályázaton el is nyerte az első helyezést. Közben felvették a Szegedi Jogtudományi Egyetem állam és jogtudományi karára, felvételi vizsga nélkül. Munka mellett tanult, summa cum laude diplomát szerzett a Debreceni Postaigazgatóság jogtanácsosaként, majd vezető jogtanácsosaként dolgozott egészen 1990-ig, amikor nyugdíjba vonult. Dr. Váncsa Zoltán ma is úgy érzi, hogy gyökerei Püspökladányhoz kötik. Szereti a város hangulatát, az embereket, s amikor csak teheti, hazajön, ahogy ő fogalmaz. Dr. Váncsa Zoltán, püspökladányi. Hiába él csupán 2 évet itt, az ember oda tartozik, ahová a szíve húzza, ahová az ősök, az emlékek szólítják. Költő, aki a szavak művésze, a rímek mestere, s megadatott neki az a képesség, hogy érzéseit verseink keresztül megoszthassa.
47 kötetben jelentek meg versei, de 3 önálló kötetet is jegyez. Vers publikációinak száma több mint 1000, ezen kívül több szerzői felolvasóesten is szórakoztatta és késztette elgondolkodásra közönségét. 2004-ben a Költészet napján Nívó díjat kapott, 2012. április 3-án a Kláris Irodalmi Kulturális Folyóirata Kláris Nívó díj első fokozatát adományozta irodalmi munkássága elismeréseként. Az est folyamán meghallgathatták a megjelentek a rendezvény címét viselő verset is Nagyné Faragó Hajnal tolmácsolásában. Majd maga a költő szavalta műveit. Báncsa Zoltán, az úton végig kell menni. Én már útra készen állok. Szólíthatnak az égiek. Itt lenn, sokan marasztalnak. Maradjak még, de mondd, minek? Számadásomat megírtam. Nem sok benne a veszteség. Többnyire mindent elértem. Tanúm lehetne rá az ég. Csak az út volt hosszú, rögös. És küzdeni kellett sokat. Ha elestem, talpra álltam, űztem tovább az álmokat. Az úton végig kell menni. Erre tanított jó apám. Miért maradjak, ha majd hív a messzi nagy kék óceán? Az igazak nagyok. Nyakláncomat aranykereszttel anyám adta emlékül nekem. E szimbólum jelenti azt is, hogy örökre itt maradt velem. Bár láthatatlan, mégis látom arcát, meg kedves mosolyát. Szeretném tőle megkérdezni, milyen az élet odaát, és hogy apámat látta-e már, találkozott-e ott vele, Istent ott is Istennek hívják. Tudom, hogy szent az ő neve. Feltöltött kérdőjelekkel. Hitetlen azért nem vagyok, vallom, a lelkünk halhatatlan, s az igazak igazán nagyok. Apám, anyám igazak voltak. Sok szenvedésen mentek át. Hiszem, Istenünk megteremti nekik a béke otthonát. Nyakláncomat aranykereszttel anyám adta emlékül nekem. E szimbólum is összeköt már, most még csak így jelképesen. A meghívott előadók között volt Eszenyi Imre is, aki egy dalt énekelt az est főszereplőjének. Majd Tódor Györgyné állt a színpadra. Ez a föld, a hazám, itt élt az apám. Itt tanított nóta szóra, drága jó anyám. Ez a föld, ez a táj, mennyi barát. Elkísér egy életet, a nagy világon át. Az est harag, ha kong a néma csendőbe, ha bárhová sodor az élet át. Szülőfalú emlékek él szíved, szülőfalom, akáci virágos ája, a kis hatam, e rólad énekel. Szülőfalom, e egyetlen, te drága, gidinga
Bancsa Zoltán, Requiem egy iskoláért. Az ősi ház még most is ott áll, nevezzük néven, iskola. Ütött kopott falait marja a zordidőnek vasfoga, de ő még áll, és tárkapukkal várva várja az érkezőt. Gyógyírt sebére senki nem áld ezen az őszi délelőtt. A sok diák meg harsány hangon vágtat a folyosókon át, tanév indul. Ki gondol arra, hogy orvosolja az iskolát? Aztán a napok gyorsan telnek. Térre nyár jön, s újra nyár. A falak már-már omladoznak, varjak rikácsolják, hogy kár. De ha egyszer majd összedőlnek e tudáscentrum falai, akkor döbbenünk rá, hogy mégis hiányzik innen valami. Akkor fogunk majd sírva sírni, visszasiratni iskolát. Sajnos e földi életünkben urunk tehetne így csodát. Mentsük meg ezt az ősi házat. Óvjuk féltőn, mert otthonunk. Falai közt jövőbe látunk, sok-sok kincset még itt találunk. Ha érte is imádkozunk. A rendezvényen megjelentek elmondták, fontos, hogy erről a napról méltó módon megemlékezzünk. Sokan pedig személyesen is ismerik Váncsa Zoltánt és verseit. Hát ilyenféle fellépések lesznek a József Attilának a születésének az évfordulójára. Hát hogy ne lenne fontos, egy híres emberről van szó. A költőt 4 évig koptattuk együtt a gimnáziumnak a padját Debrecenben, a Csokonai gimnáziumban. És ugye azóta is az osztálytársainkkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Hát a költészet napja, József Attila születésnapja, ennél nagyobb nem lehet. Dr. Váncsa Zoltán miatt jöttem, 40 éves barátság köt Zoltánhoz. Együtt dolgoztunk a Matávnál, vagy annak a jogelődjénél, a Magyar Postánál, postaigazgatóságon. Azóta is megtartottuk a barátságot. Ő hívott meg bennünket, örülünk, hogy itt vagyunk. Zoltánnak a költészetéről folyamatosan tájékoztatást kaptunk, hiszen amikor megszületett a vers, akkor ő rendszerint be is mutatta ezt nekünk. Nívó díjat kapott most nemrégen. Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk róla. Én most Budapestről jövök egyébként, mondtam, hogy debreceni vagyok, a Szépművészeti Múzeumból. Ott találkoztam jó néhány külföldivel, és nekik is említettem, hogy ma van a költészet napja, József Attila születésnapja, ehhez kapcsolódik ez a nagyszerű ünnep. Nagyon fontos. Riporterünk rögtönzött közvéleménykutatást is végzett arról, kinek ki a kedvenc költője, és mi a kedvenc művének címe. Kedvenc költőm Arany János, és hát nagyon szeretem tőle a Toldit is, az Epilógus című verseket, tehát ő. Én nekem a kedvenc költőm Áprili Lajos, és tavasz a Házsongárdi temetőben. Kedvenc költő nehéz, de talán Ady Endre van hozzám legközelebb. Ennek ellenére, ha kedvenc verset mondanék, akkor meg József Attila Talán eltűnök hirtelen című verse. Én Arany Jánost szeretem, Petőfi Sándort, Radnóti Miklóst, Vörös Martit, sok költőt szeretek. Ugye őszintén legyek, én mindegyik írót nagyon szerettem, de Petőfi Sándort és József Attilát is mindegyiket szerettem. Kérném szépen, én Petőfi Sándort szeretem nagyon, a puszta télen. Összegezve a nívódíjas költő megosztotta riporterünkkel, hogy napjainkban milyen jelentősége van a költészetnek az emberek életében, és elmondta azt is, hogy számára mit is jelent. Napjainkban különösen fontosnak tartom, mert sok éven keresztül, kifejezve magamat, padló alatt volt az irodalom. De az utóbbi években örvendetes az, hogy
egyre több verset tanítanak az iskolába is a gyerekekkel. A verssel nem lehet a világot megváltani, ez biztos, de az emberek lelkére, lelkületére lehet hatni. Nagyon fontosnak tartom a versen. Verset és örvendete számomra az, hogy most már egyre többen tévézben mutatja, hogy szavaló kórusok vannak az országban, és a gyerekek együtt szavalják József Attila születésnapomra című versét, és így tovább. Tehát felnövekvőben van a padló alól az irodalom. Egy kifejezésmódot jelent, amivel önmagamat tudom megvalósítani, de ugyanakkor az emberekhez is tudok szólni, amikor önmagamat kifejezem. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a költészet embercentrikus legyen, kötődjön az emberhez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy érthető legyen a költészet. Egyszerű olvasásra a legegyszerűbb ember is meg tudja érteni azt, amit ki akarok fejezni, és meggyőződésem, hogy a társadalom számára, a jövő számára az én költészetem is egy nagyon picit, de hozzájárulhat azzal, hogy az emberhez szól, az emberről szól.